Először is nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és egy rövid tájékoztatást szeretnék arról adni, hogy a EU-dia kapcsolatos közbeszerzések uh, hogyan zajlottak, illetve milyen állapotban van most a tender. Nagyon sok megkeresés érkezett az elmúlt napokban azzal kapcsolatosan, hogy uh, botrányos eljárás, uh, betarthatatlan határidők, és mindenféle egyéb jelző kapcsán uh, mit tett a közbeszerzés lebonyol, lebonyolító intézmény. Uh, azzal kezdeném a beszámolómat, hogy... Uh, Tavaly szeptemberben került kiírásra egy közbeszerzési tender, amely tavaly december 15-én zárult azzal az eredménnyel amelyet mindannyian ismerünk, azaz a Jetronics Kft. nyert el az UDI tenderrel kapcsolatos közbeszerzési eljárást. Az eljárás lebonyolításával, menetével kapcsolatos valamennyi információ nyílt volt, senki semmit nem titkolt el, illetve maga a műszaki része az eljárásnak technológia semleges volt. Szeretném kihangsúlyozni, mert számos olyan újságírói megjegyzés, megkeresés volt, hogy hol ennek a cégnek, hol annak a cégnek, hol annak a technológiának a szekerét tolja kíró, ebből semmi nem Igaz, végig semleges volt az eljárás, mind műszaki szempontból, mind pénzügyi szempontból. Ennek megfelelően az eljárások kapcsolatos panasz, eljárás, illetve jogorvoslati kérelem nem érkezett. Ami érkezett, az alapvetően azzal volt kapcsolatos, hogy egyik konkurens, a másik konkurens szeretné kizáratni, illetve egyik jelentkező, aki nem felelt meg a pályázati feltételeknek, élt panaszsal azzal kapcsolatosan, hogy miért került kizárásra. De magával az eljárások kapcsolatosan semmilyen észrevétel mai napig nem érkezett. Ezt azért szeretném elmondani, mert nagyon sok olyan megjegyzést kaptunk, mintha ez egy irányított eljárás lett volna, miközben erről szó nem volt. Minden a jogszabályoknak megfelelően és nyíltan zajlott le. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően, azaz 2012. december 15-én, a nyertes kihirdetését követően beállt az a 30 napos szerződéskötési határidő, amely alatt a ajánlat lebonyolítója az AKZRT és a nyertesek közötti megállapodás a hatályos jogszabály szerint megköthető. A hatályos jogszabály szerint uh, volt lehetőség vitarendezésre. A vitarendezési kérelmet benyújtott cégek uh, azon túl, hogy ilyen kérelemmel éltek, és ez tovább módosította a szerződéskötés határidejét, más kifogást nem tettek. Tehát uh, ennek köszönhetően 2013. január másodikára csúszott a szerződéskötés legkorábbi határideje, és ezt követően nagyjából uh, 12-13 nap állt rendelkezésre, annak érdekében, hogy a szerződés jóvágyásra, illetve megkötésre kerüljön. Ebben a folyamatban a JetTonix jelezte felénk, hogy megkereste őt az egyik alvállalkozója, illetve ezen a alvállalkozóval kapcsolatosan további tárgyalásokat kíván folytatni. Ennek kapcsán kérte a JetTonix, hogy az önéleti kötöttségét hosszabbítsuk meg további 30 nappal, ennek eleget tettünk. Ez a megkeresés 2013. január 14-én érkezett, és még ezen nap ezt a lehetőséget biztosítottuk számára. Ez azt jelenti hogy gyakorlatban, hogy további 30 napos ajánlati kötöttség állt be, és az 30 nap további tárgyalásokat tesz lehetővé a nyertes vállalkozó számára. A történet ilyen egyszerű, nincs benne semmi titok, nincs benne semmi probléma, ami részünkről legalábbis. Mi azt gondoljuk, hogy mind a lebonyolító, mind az ajánlattevők teljes körülön is tisztességesen jártak el. Nem tapasztaltunk olyan problémát, ami beavatkozást igényelt volna. Ennek megfelelően jelenleg sincs okunk arra, hogy az eljárást megakasszuk. Nagyon röviden ezek történtek az UD tenderrel kapcsolatosan, hogy mi várható, gondolom ez is érdekes az önök számára, hogy ez a határidő azt teszi lehetővé, hogy a jelenleg érvényes nyertessel vagy megállapodunk, vagy pedig ezen megállapodás hiányában más megoldást keresünk. Más megoldással kapcsolatosan nyilván önök is tudják azt, hogy nagyon rövid ez a határidő, amit a kormány célról tűzött ki ezen rendszer kiépítésére. Ennek megfelelően csak a kormány döntésének megfelelően módosíthatunk rajta, illetve a kormány döntésének megfelelően változtathatunk olyan fő paramétereken, amely esetlegesen a technológia vagy más fontos kérdések, az UDI rendszer működéséhez kapcsolódó fontos kérdések vonatkozásában relevánsnak tekinthetők. Egyelőre ilyen szándék nincs. Tehát sem én, sem a minisztérium nem tud ilyen szándékról. A kormány felhatalmazásának megfelelően jártunk el, és ezzel felhatalmazásnak megfelelően zajlik jelenleg is a szerződés előkészítését, a szerződéskötési folyamat.